Port Royal Big Box tartalmazza a Port Royal társasjátékot és az összes megjelent kiegészítőjét, és összességében egy 1-től 5 főig játszható kártyajátékról van szó, amelyben a játékosok különböző személyeket toboroznak, kereskednek, felfedező utakra indulnak, szerződéseket kötnek és teljesítenek. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, egy áttekintő lapot a különböző játékmódokról, kiegészítőkről, és egy műanyagtárolóban az összes játékhoz szükséges kártyát, valamint jelölőt. A Port Royal alapjáték 2-től 5 főig játszható, és ebben a rekeszben helyezkednek el az ehhez szükséges kártyák. A Port Royal Boncs 2-től 4 főig játszható. Ez tulajdonképpen az alapjátéknak egy gyorsabb, rövidebb, egyszerűbb változata. Az ehhez szükséges kártyák itt helyezkednek el. A két játék kártyái kombinálhatók. A Port Royal csak még egy szerződés, egytől től 5 főig játszható, van kompetitív és kooperatív változata. Az ehhez szükséges kártyák ebben a középső helyezkednek el, illetve ezek a nagy szerződéskártyák is ide tartoznak majd. A Port Royale a kaland elkezdődik pedig egytől től 4 főig játszható. Ennek is van kooperatív és kompetitív változata. És az ehhez tartozó kártyák itt találhatók, és mivel ez egy történetvezérelt kalandsorozat, ezekből a játékelemekből igyekszem minél kevesebbet mutatni. A csak még egy szerződés, illetve a kaland elkezdődik kiegészítők, tehát az alapjátékra szükség van mind a kettő használatakor. Végezetül a doboz tartalmaz négy szerencsejátékos promókártyát, az instruktor promópak pedig külön kapható, ebben további 9 promókártya található. Én most az alapjáték szabályt fogom ismertetni, de röviden kitérek majd a többi játékmódra és kiegészítőre is. Az előkészületek során először is keressük meg ezt a különleges felfedező útkártyát. Ennek különbözik a hátlapja az összes többi kártyától, és ötfős játék esetén ezt ki kell rakni az asztal közepére, tehát már a játék elején elérhető lesz ez a felfedező út. 5-nél kevesebb játékos esetén azonban ez a kártya kerüljön vissza a játék dobozába. Az összes többi kártyát keverjük meg képpel lefelé, és képezünk belőlük egy képpel lefelé fordított paklit a játéktér közepén. Majd minden játékos kapjon a pakli tetejéről 3-3 kártyát képpel lefelé. A játékosok ezeket a kártyákat nem fordíthatják meg, és ez tulajdonképpen három aranyat szimbolizál, tehát a kártyáknak kettős funkciójuk lesz, amikor képen lefelé szerepelnek valaki előtt, akkor minden egyes kártya egy-egy aranyat jelent, a képpel felfelé fordított kártyáknak pedig a típusuknak megfelelő hatása lesz. A játék célja, hogy minél több aranyat gyűjtsünk, azokat elköltve különböző személyeket toborozzunk, a teljesítsünk, és befolyáspontokhoz jussunk. A játék pedig akkor ér véget, amikor egy játékos 12 befolyáspontot szerez, a forduló még végig megy, és a végén a legtöbb befolyásponttal rendelkező játékos lesz a győztes. Az lesz a kezdőjátékos, aki legutóbb járt kikötőben, vele kezdve a játékmenete az óramutató járásával megegyező irányban halad, és amikor egy játékos sorra kerül, akkor ő az úgynevezett aktív játékos, az aktív játékos pedig a körében Két fázist hajt végre. Az első a felfedezés fázis, ilyenkor a húzópakliból kártyákat kell felfedni, ez a fázis kötelező. A második fázis viszont az első fázis függvénye, erre tehát nem feltétlenül kerül sor minden alkalommal. Az aktív játékos, tehát az első felfedezés fázisban kötelezően legalább egy kártyát meg kell, hogy fordítson a játéktér közepére, ez itt most a kikötő. Majd minden egyes kártya felfordítása után el kell döntenie az aktív játékosnak, hogy tovább megy, azaz újabb kártyát fed fel, vagy megáll. A felfordított kártya lehet hajó, lehet személy, és a hajók, valamint a személyek a kikötőbe kerülnek, tehát ebbe a felfordított sorba. A felfordított felfedező utat azonban félre kell tenni, tehát az nem kerül a kikötőbe. És a felfedező utak innentől kezdve a játéktéren maradnak egészen addig, amíg valamikor az aktuális aktív játékos sikeresen el nem viszi. Ehhez a felfedező úton látható szimbólumokat tartalmazó személyeket kell eldobni a saját készletből. Például ez a telepes rendelkezik ilyen ház szimbólummal, a kapitány rendelkezik a vasmacska szimbólummal, a mindenes pedig bármilyen szimbólumként felhasználható, így ha egy körben az aktuális aktív játékos ezt a három szimbólumot el tudja dobni a saját készletéből, tehát személykártyákat kell ez eldobnia, akkor hozzájuthat ehhez a felfedező úthoz, ami egyrészt három aranyat biztosít, másrészt pedig hat befolyáspontot, ami igen tetemes mennyiség. Ugyanis, ahogy említettem, a játék abban a fordulóban ér véget, amikor legalább egy játékos eléri a 12 befolyáspontot. A szükséges személykártyák eldobása után a felfedező út kártya a saját készletbe kerül, és van még egy kártya, ami nem kerül be a kikötőbe, ez pedig az adóemelés. Az adóemelést a felfedésekor azonnal végre kell hajtani, Egyrészt minden játékos, akinek legalább 12 aranya van a saját készletében, elveszíti az aranyai felét, lefele kerekítve, tehát például, ha valaki 12 vagy 13 aranyjal rendelkezik, 6 aranyat kell eldobnia, az eldobott aranyak pedig képpel felfelé a húzópakli melletti dobópakliba kerülnek. Ez tehát mindenki érint, ezt követően pedig ebben az esetben, akinek a legkevesebb befolyáspontja van, kap egy aranyat, az aranyokat pedig mindig a pakli tetejéről kell elvenni, és képpel lefelé, tehát anélkül, hogy megnéznénk, mi van a kártyán, a saját készletbe kell helyezni. Van egy másik adóemelés típus is, a főső része ugyanaz, de itt az kap egy aranyat, aki a legtöbb szabjával rendelkezik. A szabják pedig kalózokon, tengerészeken jelennek meg, például ha ez a játékos rendelkezik ezzel a három személlyel, akkor egyrészt van négy szabjája, másrészt pedig öt befolyáspontja. Ha bármelyik esetben döntetlen alakul ki, minden érintett játékos megkapja az egy aranyat. Az adóemelés kártyákat tehát azonnal ki kell értékelni, ezután pedig a dobópakliba kerülnek. Az aktív játékos ebben az első fázisban tehát egyesével kártyákat húz addig, amíg szeretne. Mindegyik kártya felhúzása után eldöntheti, hogy megáll-e, vagy tovább megy. És addig nincs is gond, amíg különböző színű hajókat húz az aktívjátékos, csak a hajó színeket kell figyelni. Abban az esetben azonban, amikor egy hajó színből egy második példány is felbukkan, két lehetőség áll fenn. Ha a legutóbb felhúzott hajót el tudja űzni az aktívjátékos, akkor az a kártya a dobopakliba kerül, és Nincs gond, hiszen továbbra is csak különböző színű hajók vannak a kikötőben. A hajó előzéséhez legalább annyi szabjával kell rendelkezni, amennyi a kártya alján látható. Tehát ha ez a játékos például négy szabjával rendelkezik, akkor el tudja űzni ezt a hajót. Ez a hajó a kerül, és folytatódhat a játék. A szabják nem vesznek el, tehát az előzés után ugyanúgy a készletben maradnak a szabját tartalmazó kártyák. Azonban, ha olyan hajót fordítunk meg, amilyen színből már van a kikötőben, és nem tudjuk előzni, itt például 5 szabjára lenne szükség, ez a játékos csak 4-jel rendelkezik, akkor az aktív körének vége az összes kikötőbe került kártya a dobópakliba kerül, és az aktív játékostól balra ülő játékoson a sor, tehát tulajdonképpen az egész körét elbukja így. A hajókártyákon fontos információk vannak, itt oldalt látható, hogy a zöld kártyák, a zöld hajókártyák egyes, hármas vagy ötös erővel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy például, ha az a játékos felfordított már egy zöld kártyát, aminek egyes ereje volt, akkor azt figyelembe kell venni, hogy egy további zöld kártya akár ötös erőségű is lehet. És van egy nagyon fontos szabály a hajókkal kapcsolatban. Nem csak akkor üzhetünk el egy hajót, hogyha az a második példány az adott színből, hanem amint egy hajót megfordítunk, rögtön eldönthetjük, hogy azt előzzük, és ekkor a dobopakliba kerül, vagy pedig megtartjuk, és berakjuk a kikötőbe. Természetesen, ha egy hajót nem tudunk előzni, mindenféleképpen a kikötőbe kerül, és vannak kimondottan erős hajók, ez a hajó például. 7-es erővel bír, tehát 7 szabjával lehetne legyőzni, vagy annál többel. Az ilyen koponyát, ábrázoló hajókat pedig egyáltalán nem lehet legyőzni, mindegy mennyi szabjánk van. Összefoglalva tehát az aktív játékos első fázisában addig fordít fel kártyákat, amik szeretne, bármikor megállhat. A felfordított személyek mindenféleképpen a kikötőbe kerülnek. A felforított hajókról az aktív játékosnak el kell döntenie azonnal, hogy a kikötőbe rakja azokat, vagy pedig előzi őket. A felfedező utakat külön kell rakni, az adóemeléseket azonnal ki kell értékelni. És ha egy játékos nem bukja el ezt az első fázist, a felfedezést színduplázás miatt, akkor sor kerül a második fázisra. A második kereskedés és toborzás fázisban. Először az aktív játékos egy, kettő vagy három kártyát vehet el a kikötőből. Az, hogy mennyi kártyát vehet el, az a kikötőben lévő különböző hajószíneken múlik. Ha 0, 1, 2 vagy 3 különböző színű hajó van a kikötőben, akkor egy kártyát vehet el. Ha 4 különböző hajószín jelenik meg a kikötőben, mint például ebben az esetben, akkor az aktív játékos két kártyát vehet el. Ha pedig mind az 5 különböző hajószín megjelenik a kikötőben, akkor az aktív játékos három kártyát vehet el. Mivel a kikötőben csak hajók, illetve személyek lehetnek, a játékosok mindig csak ebből a két kártyatípusból választhatnak. Ha valaki hajót választ, akkor tulajdonképpen kereskedik azzal a hajóval, a hajó a dobópakliba kerül, és cserébe annyi arany vehető el, amennyi a hajó tetején látható, tehát ebben az esetben három aranyat kell elvenni a húzópakli tetejéről. Ezek a saját készletbe kerülnek. Így lehet tehát aranyhoz jutni. A személyeket pedig toborozni kell. Ez költséggel jár. A költségek a kártya ajánlhatók. tehát például a kereskedő három aranyba kerül, a telepes négy aranyba, és így tovább. Az aktív játékos most akár egy újabb hajót is elvehetne további aranyért, de mondjuk úgy dönt, hogy felbérli ezt a kapitányt, ez négy aranyba kerül, a négy aranyat a saját készletből el kell venni, és képpel felfelé a dobópapírra kell helyezni. Mivel ez a játékos két kártyát vehetett el a négy különböző hajószín miatt, ezzel számára a második fázis véget ért, és ha az aktív játékos végzett ezzel a fázissal, akkor a többi inaktív játékos, az óramutató járása szerint haladva még elvehet egy-egy kártyát a kikötőből, azért cserébe azonban egy aranyat kell fizetnie az aktív játékosnak. Ez tehát egy jó lehetőség arra, hogy inaktív játékosként is kártyához lehessen jutni, ennek azonban plusz egy aranya költsége, de például, ha egy játékos ilyenkor hajót választ, akkor az elvétel költségét kifizetheti a kereskedésből származó bevételből, tehát például, ha egy másik játékos ezt a hajót választja, és kap két aranyat, akkor az egyiket megtartja magának, a másikat pedig odadja az aktív játékosnak. A hajót természetesen a dobópakliba kell helyezni. A következő játékos akár ugyanezt megteheti ezzel a másik hajóval, de ha olyan személy van a kikötőben, ami számára fontos lehet, ezen az emelt áron is megérheti megvenni. Például egy játékos elviheti a telepest négy aranyért. Meg még egy aranyat kell fizetnie az aktív játékosnak. Mivel a kikötőben lévő kártyák mennyisége változó lehet, így előfordulhat, hogy nem minden játékosnak lesz lehetősége kártyát elvenni, és sorra kerülve nem is kötelező kártyát elvenni. És fontos, ha több kártya is van a kikötőben, minden inaktív játékos csak egyszer kerülhet sorra. Ezt követően a kikötőben lévő kártyákat össze kell gyűjteni, és a dobópapírra kell helyezni azokat. Ezt követően pedig az aktuális aktív játékostól balra ülő játékos lesz az új aktív játékos. Az első fázisban legalább egy kártyát fel kell fedni, és az aktív játékos addig fed fel kártyákat, amíg tud vagy akar. Ha megáll az első fázisban, a második fázisban egy, kettő vagy három kártyát vehet el az aktív játékos, a különböző színű hajókártyák mennyiségétől függően. Ezután a többi inaktív játékos is elvet egy-egy kártyát, plusz egy arany költségért, Egyre több felfedező út kerül majd felfedésre, és amikor egy körben az aktív játékos teljesíteni tud egy felfedező utat, akkor a személykártyákat el kell dobni, a felfedező út kártyát a saját készletbe kell helyezni, és amint egy játékosnak legalább 12 befolyáspontja van, az adott forduló még végig megy, tehát a kezdőjátékos jobbján ülőjátékos lesz az utolsó aktív játékos, és ezt követően a játék véget ér. A játékot pedig a legtöbb befolyásponttal rendelkező játékos nyeri meg. Döntetlen esetén az érintettek közül az a játékos lesz a győztes, akinek több megmaradt aranya van, ha pedig még mindig döntetlen az állás, ők megosztoznak a győzelmen. Alapvetően nincs szükség a győzelemhez felfedezőt teljesítésére, de van egy olyan játékvégi variáns is, ami alapján a 12 befolyáspont mellett legalább egy felfedező is lennie kell egy játékosnak ahhoz, hogy kiváltsa a játék végét. Az alapjátékban nagyon sok személykártya van, és hamarosan megmutatom azoknak a képességeit. De először ki szeretnék térni a Vitorlát Boncs egyszerűbb, gyorsabb játékváltozatra. Mint látható, jóval kevesebb kártyát tartalmaz az alapjátékhoz képest. És az egyik fő különbség, hogy itt nincsenek felfedező utak. A másik pedig az adóemelés kártya. Itt ugyanis kicsit enyhébb az adóemelés. Ha egy játékosnak 9 vagy annál több aranya van, akkor annyi aranyát kell eldobnia, hogy végül 8 maradjon. A legkevesebb befolyásponttal rendelkező játékos vagy játékosok pedig egy-egy aranyat kapnak, tehát csak egy változat van az adóemelésből. Itt több olyan személykártya van, aminek egyáltalán nincs semmilyen képessége, semmilyen hatása. Egyszerűen csak befolyáspontokat ér, kettőt, Hármat. A játéknak pedig abban a fordulóban van vége, amikor egy játékos legalább 8 befolyásponttal rendelkezik, ugyanúgy a forduló még végig megy, és a legtöbb befolyásponttal rendelkező játékos lesz a győztes. Ebben a vitorlát boncs pakliban tulajdonképpen a kalmárok bírnak csak valamilyen képességgel. Ha egy játékos rendelkezik egy ilyen kalmárral, és adott színű hajóval kereskedik, tehát ebben az esetben zölddel, akkor az aranyak elvitele után a hajó nem a dobópakliba kerül, hanem a kalmár kártya alá, és minden kalmár alatt lévő kártya további egy-egy befolyáspontot jelent. Ebben a pakliban tehát a kalmárokon, az utasokon kívül tengerészek, illetve kalózok találhatók, ezekkel lehet előzni a hajókat, és ezeken kívül már csak hajók vannak a patliban, tehát ez az egyszerűbb vitorlát boncs változat. Nézzük az alapjáték személykártyáit. A pap, a kapitány, a telepes, illetve a mindenes egy-egy befolyáspontot ér, és tulajdonképpen ezekkel lehet majd felfedező utakra indulni, azoknak a feltételeit teljesíteni. A kereskedőknél mindig van egy kijelölt hajószín, és amikor olyan színű hajót veszel valaki, amilyen kereskedővel rendelkezik, akkor a hajón lévő aranyag számánál egyel többet vehet el. Ha egy játékos tengernagyjal rendelkezik, és a második fázisban megkapja a kártyaválasztás jogát, és legalább öt kártya van ilyenkor a kikötőben, akkor két aranyat kap minden tengernagya után. Az udvari bolond esetében, amikor egy játékos megkapja a kártyaválasztás jogát, és egyetlen, kártya sincs a kikötőben, akkor minden udvari bolond egy-egy aranyat biztosít a tulajdonosának. Ha a második kereskedés fázis kimaradna, akkor is minden udvari bolond egy-egy aranyat biztosít a tulajdonosának. A kormányzó esetében, amikor egy játékos megkapja a kártyaválasztás jogát, akkor a megszokotthoz képest egyel több kártyát vehet el, a szenyorita pedig minden toborzást egyel olcsóbbá tesz, tehát minden szenyorita után egy-egy aranyjal kevesebbet kell fizetni a toborzott kártyákért. A négy szerencsejátékos kártya csak kicsit ér el egymástól a győzelmi pontok tekintetében, illetve természetesen a költségek tekintetében. Az aktív játékos a felfedezés fázis során egyszer arra használja a szerencsejátékost, hogy a húzópakliból egyszerre négy kártyát fedjen fel, és a kikötőbe helyezze őket. Az így felhozott négy kártya között lévő hajókat nem űzheti el, viszont az adóemeléseket a felfordításukkor végre kell hajtani. Itt is igaz, hogy legalább két azonos színű hajó van, akkor a játékos körre azonnal véget ér. Ha viszont különböző színű hajók vannak, akkor a megszokott szabályokhoz képest egyel több kártyát lehet elvenni ebben a fázisban. A csak még egy szerződés kiegészítőhöz szükség lesz az alapjátékra. Bejön három új személy, a tüzérek esetében, amikor egy játékos megkapja a kártyaválasztás jogát, minden saját tüzére után egyel kevesebb aranyat vehet el, mint ahány hajó aktuálisan a kikötőben van. Az altenger nagyok lehetővé teszik, hogy amikor egy játékos megkapja a kártyaválasztás jogát, és aktuálisan pontosan három vagy négy kártya van a kikötőben, minden saját altenger nagy után egy-egy aranyat kapjon. Az írnokok esetében pedig mindig van egy hajószín, és amikor egy játékos olyan színű hajóval kereskedik, tehát olyan színű hajót vesz el, és onnan aranyat, amilyen típusú írnoka is van, az adott játékos egyel több kártyát vehet el a kikötőből. Új hajók is megjelennek, egy új képességgel. Ezeknél a hajóknál a megjel előtti aranyakat a megszokott módon kell elvenni, viszont egy aranyat, egy másik játékosnak kell felajánlani, amennyiben ilyen hajóval kereskedünk. Megjelennek a szerződések, ezekhez a játékosoknak jelölőkre lesz szüksége, és amikor egy játékos teljesít egy küldetést, akkor egy jelölőjét balról az első üres mezőre kell helyeznie, ez egy, kettő vagy három aranyutalmat is jelenthet, későbbiekben már egyet sem. Itt például egy játékosnak rendelkeznie kell kapitánnyal és szenyoritával, Ezeket a személyeket nem kell eldobni, tehát csak rendelkezni kell velük. És ha valaki már két küldetést is teljesít, akkor kap egy plusz befolyáspontot. Ezt a szerződés pakli tetejéről kell elvenni. Minden ilyen szerződéskártya hátulja egy-egy befolyáspontot mutat. Tehát ezzel lehet jelölni, hogy már kettő szerződést sikerült teljesíteni. Egy harmadik szerződés teljesítésekor pedig még egy befolyáspont jár. Kompetitív játékmódban három szerződésnél többet nem lehet teljesíteni. Az egyszemélyes és kooperatív változatban a játékosok szám alapján meghatározott szerződésre lesz szükség. Lesz egy időpakli, és az idővel, illetve a befolyáspontokkal versengve a játék végén kiderül, hogy mennyire volt sikeres a csapat, vagy az a játékos, aki egyedül játszik. A szerződésekkel kapcsolatban van néhány részlet itt. A kaland elkezdődik kiegészítő, pedig Kimondottan sok kártyát tartalmaz. Ezeket nem szeretném megmutatni, ugyanis a kiegészítő erőssége, hogy különböző történeteken, eseményeken keresztül több játékon át kampányszerűen lehet játszani, és ebben mindenféleképpen több alapjáték utáni játszma után érdemes belevágni. Egyrészt jóval összetettebb a játék, másrészt pedig jó, ha tudjuk azokat az apró trükköket, tapasztalásokat, amiket néhány játszma után már hatékonyabban tudunk majd használni. És ezt is lehet kooperatívan vagy kompetitíven játszani. A külön kapható az Instruktor promópak tartalmaz négy instruktort és öt hajót. Az instruktorok képessége pedig az, hogy a második kereskedés és toborzás fázisban, amikor egy játékos sorra kerül, akkor az instruktorának köszönhetően egy saját készletben lévő kártyát a kikötőbe lehet mozgatni, és cserébe egy olyan kártyát lehet elvenni, ami legfeljebb két aranyal drágább a beadott kártyához képest. Emellett pedig itt is megjelenik két hajón az a képesség, hogy egy másik játékos is kap aranyat a kereskedés során. A Port Royal egy alapvetően egyszerű, gyors, könnyed kártyajáték. A Big Box tartalma azonban igen sokrétű, így aki igazán ki aknázni a játékban rejlő lehetőségeket, a további két kiegészítővel összedettebbé teheti a játékot. Emellett lehetőség van egyedül vagy akár kooperatívan játszani, így ténylegesen sokféleképpen használható a doboz tartalma. Mivel a játék során a folyamatos szerencse kísértés, illetve az, hogy mások körében is kártyázhatunk, fenntartja az állandó figyelmet, gyakorlatilag nincs is holt idő a játékban. Aki szereti az ilyen típusú társasokat, tegyen bátran próbát a Port Royal Big box -szal. Örülök, hogy erre jártál és megnézted ezt a videót. Ha érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, akkor megköszönöm, ha lájkolod, kommentelsz, megosztod és feliratkozol a csatornára.